A Kecskemét először vagy csapatunk harmadszor? Ez volt a kérdés a Liga Kupa fináléja előtt. A Videoton FC 2008-ban és 2009-ben már elhódította ezt a trófeát, és erre törekszik itt a Széktói stadionban is. Íme a videó összeállítása. Tújvel a kapuban Vinicius Caneira, illetve a két szélen Hector és Szolnoki, a védelemben a középpályán Sándor, Filipe Oliveira, Mitrovic, Tóth Balázs, Walter Lee, elől pedig Torgelle Sándor rohamozza a kecskeméti kaput. A 8. percben járunk, ez egy jó kiugratásnak tűnik, és Hector Sánchez az, aki Licingi elől elpasszolja a labdát. Ebből a szituációból jön a szöglet, Pekárivel középre. Ez a fejes azonban nem okozott komoly veszélyt, Balogh bólintotta a kapu mellé, a kapu fölé a labdát. 11. perc, jön a Vidi akciója, Walter Lee adja be, nem is jön be rosszul az a labda, de sikerül kifejelni a kecskeméti védőknek. De úgy tűnik, még nincs vége az akciónak, Tóth Balázs kevéssel mellé meglett az első komoly kapura lövésünk. 15. perc a mérkőzésen, megint csak Torgelle. Felé ívelgetjük a labdát, egy jó visszagurított labda, Sándor György lövését azonban védi a hazai a kapusa Antal, vezető edzőnek Paulo Sousának minden esetre tetszett az akció. 25. percben járunk, ismét a hazaiak próbálkoznak. Licingi. Ez lassan lövő helyzet lesz, megpattan a kecskeméti próbálkozás, de végül Tomás Tuivelnek nem kell játékba avatkozni. Ez viszont így nagy helyzet, Licingi lő, és Tuivel, hatalmas bravúr, Tomás Tuivel. Licingi kapta a labdát, íme, és kis szerencsével ott marad előtte, ballal ellövi, és hatalmas mentés Tomás Tuiveltől. Az eset utáni szögletnél ott középen, mintha lökték volna az egyik védőnket, tököli, elmegy a kapu előtt keresztbe. 38. perc, ez már Caneira teszi előre. Na nézzük, milyen helyzet alakul ki ebből. Szolnoki íveli. Természetesen Torgelle felé. Ez jó fejes, Sándor György. Ott a helyzet, egy lövőcsel. Sándor még ezt is meghúzza, és bevágja a kapuba a labdát. 1-0-ra vezetünk. Hihetetlen találat. Csapatkapitányunk nagyon okosan csinálta. Na nézzük a lassítást. Szolnoki. Ez jól jön be. Torgelle kényelmesen lefejeli a védőket, és itt már kapásból lőhetne Sándor, de meghúzza ezt a cselt, aztán elfekteti a kapust is. Ott pedig már tehetetlen a belső védő. Torgelle nagyon okosan látta, hogy érkezik Sándor, ő pedig nagyon higgadtan oldotta meg ezt a helyzetet, addig cselezte magát, amíg abszolút 100%-os zicser nem lett belőle, ez már a második félidő, a Kecskemét természetesen próbál egyenlíteni, és ismét Tuivelnek kell egy nagyot védenie, és meg is sérül a védésnél, de szerencsére tudja folytatni a játékot Tomás Tuivel. Ismét jönnek a kecskemétiek, viszont mi szerzünk labdát. Torgelle kapja. Torgelle. Torgelle ráíveli a kapura, kint áll Antal fölé. Remek helyzetfelismerés Torgelle Sándortól. Gyönyörűen ívelt el, és bizony nem sok hiányzott. Marad az 1-0. A 63. percben egy kényszerű csere. Walter Fernandez kapott az arcára egy könyököst, és emiatt le kellett cserélni, és Gyurcsó Ádám áll be a helyére. Egy perccel később, a csere után, Mitrovic jól veszi észre, hogy jön Gyurcsó, Gyurcsó, ez így nagy helyzet, és 2-0. Gyurcsó ősszel ugye Kecskeméten játszott, kölcsönben tökéletesen ismeri a pályát, ismeri a Kecskemét védekezését, és a mélységből indulva ezt ki is használja egy gyönyörű jobblábas lövéssel. Lesről szó sem lehetett, Gyurcsó itt még tol is egyet rajta, és szépen kilövi a hosszú sarkot. 2-0-ra vezetünk, és egy remek kép Paulo Sousa így örül a második gólunknak. 73. perc. Természetesen a Kecskemét sem adja fel, de mi is támadunk tovább, Vinicius csúsztatott mellé. Egy perccel később pedig a másik oldalon egy pattogós labda, Savic fölé. Nem tudja bevenni a Kecskemét a kapunkat. Vaskó szerez labdát már a 88. percben, Vaskó Tamás csereként lépett pályára, és nagyszerűen ugratja a másik cserét, Nikolicsot. Nikolic a kapus mellett is elhúzza, de hosszú, nem tudja már a kapu felé terelni a labdát, Nikó. Érik a győzelmünk. A hosszabbítás pillanataiban járunk. Hektortól kapott labdát Nikolic. Hú, mekkora gól! 3-0 eldőlt. Nikolic nem anyja, megrúgja a szokásos gólját. A fehérvári szurkolók ünnepelnek, és van erre okuk duplán is most, hiszen csapatunk megnyeri a meccset, egyre valószínűbb, Nikolic pedig bomba gólt lő. Szépen tol egyet, és a 16-os vonaláról gyönyörűen elcsavarja a hosszúba. Ez már a 93. perc. A játékvezető pedig lefújja a Liga Kupa döntőjét. Paulo Sousa elégedetten mosolyoghat, vezetőedzőnk tökéletesen állította össze a csapatot, a taktikát.
A fiúk pedig remekül futballoztak, és ennek jutalma a 3-0-ás győzelem, tehát itt pedig már az éremátadás pillanatai. Hector, Szolnoki, Sándor, Vinícius, Nikolic is megkapja a maga érmét, és természetesen Gyurcsó a második gól szerzője. Hatalmas az ünnep. 2008-ban a Debrecen győztük le a fináléban, 2009-ben a Balaton partján a Pécs együttesét múltuk felül, és most 2012-ben ismételten Liga Kupa győzelmet ünnepelhet a Videóton FC. Sándor György emeli magasba a trófeát, a szezon második trófeáját, amit szintén Kecskeméten szereztünk, hiszen a Szuperkupa döntőt is itt nyertük meg még tavaly nyáron, és most a Liga Kupa sikert is a Széktói stadionban ünnepelhettük. Bravo fiúk!